Jó estét kívánok! Köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Mai beszélgetőtársam Rózsa Gábor, a Ment és másképp című film rendezője, illetve producere. Köszöntelek! Gabi, mesélj nekem egy kicsit. Már most túl vagytok az utolsó forgatásokkal teli napokon. Milyen élményekkel zártatok? Fárasztó. Reggel 7-kor kezdtünk, és hajnal 1-ig forgattunk. Nem igazán volt szünet, csak ilyen lótifuti ebéd vagy vacsora, de nyomtuk, és minden meglett. Tehát az igazi olyan forgatási nap volt, amikor ahogy be volt tervezve, minden időre, pontosan, és akkor a legvégén volt ez a kis pici megcsúszás, de az valószínűleg a fáradtság miatt. De ennek ellenére az, ami nehéz, az nem rossz, és nagyon-nagyon kellemes, és nagyon pozitív, és nagyon jó érzés túl lenni rajta. Utolsó napok és Hajdúböszörményben töltentek meg. Szerintem ez sem véletlen. Milyen élményt adott most így lezárni a forgatási folyamatot? Ugye az, hogy Böszörményben voltam, és ott is egy helyszínre, ez a Petőfi utcán leforgattuk az egészet, amit akartunk, az kicsit ezt a hollywoodi hatást adta, hogy egy stúdióba bevonulunk, és akkor onnan nem is kell kijönni, addig még nincs kész a film. És ez külön hozzáadott hozzá, de nagyon jó érzés az, hogy nem kell kocsiba szállni, átmenni, visszajönni, megint menni, megint jönni, ott hagytuk, hanem csak egy helyen, ott, és ez még ráadásul a lakásomtól is nincs egy kilométerre, hazaugrok valami miatt, ez biztonságot ad, és így lezárni már azért volt szerintem inkább jobb, mert előzetesen se kellett stresszelnem. Tudtam, hogy hát majd hazaugrok, ha valamit kell, majd kimozogjuk, ismerünk mindenkit. Úgyhogy jó, a szállás is a színészeknek 100 méterre van a főtéren túl, úgyhogy csak átsétáltak reggel, hogy az egész egy ilyen nagyon szervezett, nagyon, nagyon összeszokottá vált így a film utolsó napjára. Azért nyilván egy nagyon komoly stáb dolgozott tulajdonképp már most, és egy összeszokott csapat. Már most teljesen tudatosan maradtak azok a feladatok így a forgatási napok végére tulajdonképp, amelyeket elterveztetek, és akkor mindent tudtatok tartani, az összes időt és mindent. Mármint, hogy új feladatok, hogy a szétosztott. Így van. Az szép lassan kialakult, igen, de már most, hogy mindenki megtalálta, miben a legjobb, mert miben olyan, amiben rá lehet venni, még elbírja. De hát 5-6-an vagyunk összesen, úgyhogy mindenki csinál mindent amúgy, de mégis van egy kicsit, hogy valaki inkább a szervező rész, valaki inkább a kreatívabb rész. De ez nem feltétlenül az utolsó napra alakult így, hanem csak már a karakterbe adódóan már menet közben is kialakult. Úgyhogy ez így most inkább csak az volt, hogy senki nem vállalt már többet, mint amit tud. Ez az, ami így kiforrott nagyon, hogy nem az, ami eddig volt, hogy még azt, de azt már nem tudom mégse, és akkor az egész így elfolyt. Itt már mindenki tudta, hogy hol vannak a határai. Ettől lettünk okosabbak szerintem, hogy bemertük valami, hogy azt már nem merjük bevállalni. Értem. Utolsó napok, és néhány héttel ezelőtt tulajdonképp egy fontos mérföldkőhöz érkezett el, azt gondolom, a film, hiszen elkészült az előzetesetek. Én azt gondolom, hogy most a kedves nézőkkel közösen nézzük meg ezt. Mikor vagyunk igazán boldogok? Akkor, amikor képesek vagyunk értékelni a körülöttünk lévő eseményeket. Évek óta szenvedünk attól, hogy a lányunk depressziós. Nem foglalkozom pszichológiával, sajnálom, könyvelő vagyok. Mark, megpróbált meghalni. Kérem, uram, hogy mindent megteszek, hogy újra teljes életed élesen a lánya. Szükségem lesz a segítségedre. Fizetni is tudok érte. Meg kell változtatni az életét. Kamera, megvan. Egyszer. Az általam kitalált terápia lényege pontosan az, hogy nem tud róla az alanya. Bíró úr is nagyon meg fog hatódni majd, amikor elmeséled neki a tárgyaláson, hogy hát csak azért törtél be oda, hogy leangosd az életét. Kinek képzeled te magad? Az élet sokkal több, mint egy rozsdás kerítés mögött átsorolni. Miért nem voltál képes felvenni azt a rohadt telefont? Meg kell menteni Dórát. De Mark, neked is meg kell valamiből élned. Van egy terve. Királyok volt. Vidd gyorsan az irodához. Fájjonnak a zsaruk. Én ebben nem voltam benne. Kocsi is, hogy ilyen. Dórának szabadságra van szüksége. A saját szememmel látta. Dóra vagyok. Dóra. Üdvözlöm. De mi a címe? A filmnek?
mentés másképp. Most, hogy láttuk már a film előzetesét, mesélj nekem egy kicsit, Gabi, róla. Honnan is jött tulajdonképp a film története, illetve hogyan is tudtátok ilyen neves szereplőkártát összeállítani? A film története először. Mindig akartunk, szerintem gimis korunktól kezdve mozifilmet csinálni, csak ugye menet közbe rájöttünk, ezért ez nem egy kis munka. Először kell egy történet, forgatókönyv, utána az össze kell szervezni, színészeket felkérni, utána a forgatásra minden embert, pénzt összeszedni, azokat etetni, szállás, úgyhogy nagyon hosszú a folyamat, de hát valahol ezt el kellett kezdeni. És még az ötlet sem volt meg. Szerintem ez sok filmesnél előjön, hogy akar filmet csinálni, de nem tudja mit. És ez nekem is így volt, és így írogattam ötleteket a füzetembe, de a legjobb ötlet az ez a mentés másképp ötletének tűnt, azóta van több forgatókönyvem is, de akkor ez tűnt a legjobbnak, ami családon belülről jött, így testvéremmel viccelve, amikor volt valaki a közelünkben, aki ilyen hasonló szorongásos, depressziós betegséggel küzdött, és akkor tesóm mondta ezt, hogy be kéne tenni a dzsungelbe, és amire onnan kijön, akkor addigra már biztos nem lenne semmiféle szorongása, mert megtanulná az ottan átélt aktív cselekvéseiből. És mikor ezt így bekattant, mikor ezt hallottam, hogy az igen, ez milyen jó filmötlet lenne, és akkor a hollywoodi forgatókönyvírási technika könyveimet, amit akkor éppen tanultam, erre ráhúztam erre az ötletre, és akkor szépen elkezdtem fejleszteni. Táblán írtam, ragasztottam, húztam a vonalakat, pont mint a filmekben, vagy mint az én filmemben is, az át is van emelve, van ilyen elem, amikor a tervez a főszereplő. És akkor meglett a forgatókönyv, szép jó vastag. Könyv 150 oldal lett az elején, és akkor utána elkezdtem rövidíteni, hogy tudnánk leforgatni, amit nem tudtunk beletenni, autós üldözés, azt ki kellett venni, vagy a négy sávos utat úgy sem tudunk belerakni, akkor azt kivágni mást helyette. És akkor így, mikor meglett a forgatókönyv, akkor nem volt más hátra, mint hogy na akkor megvalósítás. És akkor ugye a színészek itt jönnek be, és én ezt a könyvet küldtem el azoknak a színészeknek, akiket én kinéztem a szerepre. Például a Trokán Péter, aki az egyik leghíresebb benne, ő például meg lett szavaztatva a közönséggel, mindenképp egy kicsit marketing szemszögből akartam hozzáállni, hogy ki az, akit szeret a közönség, és én az ilyen vele egykorú mai magyar színészeket így felsorakoztattam egy tesztbe, és akkor kiküldtem az embereknek, ami 600-valahányan töltötték egyébként ki, és Trokán Péter a második lett egyébként, úgyhogy az elsőt azt ilyen személyes okok miatt nem akartuk, de úgyhogy elküldtem neki, telefonon beszéltem vele, elolvasta csak a saját részeit, ő azt mondta neki az elég, és azonnal azt mondta, hogy tetszik, ő benne van. De a többiekkel is ugyanígy volt, csak ők az egész forgatókönyvet kérték, elolvasták, és szinte egy héten belül válaszoltak, hogy ú, de izgalmas, nagyon jó, támogatják. Úgyhogy szerintem a belépő, hogyha valaki akar, akkor egy forgatókönyv a színészekhez. Forgatókönyv, és akkor elnyerte ezek szerint mindenkinek a tetszését. Azért még a szereplők közül emelj ki néhányat. Én azt gondolom, hogy van kire büszkék legyetek. Hát elsőként szerintem úgy illik, hogyha a főszereplő Sándor Pézert emelem ki. Ő egy ilyen utolsó pillanatos beugró lett, aki megmentette amúgy a filmet, mert hirtelen főszereplő. Volt egy főszereplő jelöltünk, de ő kiesett. És ő mentett meg így az utolsó héten, mikor már meg volt szervezve a forgatás, hogy be kell ugrania valakinek, mert 100 fős esküvős jelenet jön, és akkor Sándor Péter telefonon elolvasta a forgatókönyvet, találkoztunk utána Pesten, és az egész így úgy tűnt, hogy na neki is bejön, és meglepően nagy szerepei voltak már neki is, ugye Jézust, István királyt, Bokát a Víg Színházban, tehát ilyeneket játszott, és ezen felül még a 200 első randiban szerepelt, vagy volt neki Netflixes filmje, úgyhogy ő egy eléggé tapasztalt volt ahhoz, amit mi tudtunk adni. Kicsit örültem is ennek, hogy végül milyen meglepően jóra fordul, hogy én is egy viszonylag kevésbé tapasztaltabb szereplővel akartam, és így jött ki, hogy egy emberek által ismert. A közönség által kedvence, vagy a közönség az mindig a vígjátéki elemeket hordozó, ugye, mint a Shrekben a Samár, vagy a Másnaposokban az Ellen.
És nálunk is van egy ilyen, a Csabika karakter, akit Wyszynski Zoltán játszik, és ugye ő a Skiton TV-ből ismert a YouTube-on, őket 500 ezeren követik ott, meg különböző helyeken, ugye, amiket meg lehet keresni, rengeteg külön-külön is, egybe is, óriási követő táboruk van. Hát ő ugyanez a módszer. Megkerestem őt külön, telefonon felhívtam, annyi volt neki, hogy jó, ez jó dolog, de azt mondja, remélem nem csak gulyásleves fogtok adni, mert azt mondja, azért már nem megyünk. És akkor utána mondtam neki, hogy persze én szeretnék fizetni, de nézzük meg, hogy mennyit bírok, és akkor ez neki elége. Elolvasta, tetszett neki, és utána már találkoztunk az olvasópróbán. Ugye ő neki az egyik barátnője itt a filmben, és ugye amúgy a Skiton TV-ben még van a Kriszti, a Tóth Kriszti. Ők ketten szinte így párba vannak mindig, őket így is ismeri az internet. De akkor most már tovább mondanám, akkor Dézsi Darinka Nyíregyházából van, és ő játssza a depressziós lányt a filmben. Bánovics Vivian, de most egy eléggé nagy szerepet kapott egy országos filmben főszerepet, úgyhogy ő most fogják szerintem nagyon megismerni az ő nevét, de ő is kapott nálunk egy kisebb szerepet. És Lajos András van még, aki Miskolcon játszik. Gabi. Az előzetesből már láttuk, néhány hét tulajdonképp, már most nagyon vissza kell, hogy számoljatok. Na, mit tudhatunk? Mikor lesz itt premier? Mikor tapsolhatunk? Rossz, hogy még mindig nem tudok rá válaszolni pontosan, meg ezért is húzzuk kicsit ezt a második előzetes, majd ami már konkrétan kiadja a dátumot. Forgalmazás az sokkal nehezebb, de nem azért, mert ez egy nehéz dolog, vagy azért, mert nem lenne sikeres az előzetes, és akkor, mert hiszen egy hét alatt 30 ezer felett volt a nézőszám, csörgött a telefonom, és kaptam ajánlatokat, hogy megvennék a filmet. Úgyhogy rájöttem, hogy ahol van tömeg, ott egyben megjelenik a pénz, meg azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, de viszont egy annyira zárt kör, amit nehéz megmagyarázni, hogy miért így viselkedik, hiszen piaci alapon kellene működni. Olcsók vagyunk, és nagy közönséget adunk, ezért nem értem, miért nem kapkodnak hozzánk. De van itt valami, amit nem tudok, és ezt még meg kell fejteni. De ha minden kötél szakad, és nem kapunk segítséget, akkor én fogom forgalmazni a filmet, és egyesével majd megpróbálom a mozikba betenni, mint egy forgalmazó. Ehhez megvan már amúgy az engedélyem, ezt már ki is váltottam, úgyhogy ezzel nem lesz gond, de akkor viszont ilyen augusztus fele az, amikor el lehet kezdeni ezt aktuálissá venni, és akkor ahogy sikerül helyet találni a moziba, akkor úgy lesz. Viszont, hogyha valami nagy forgalmazó mellénk áll, akkor nyilván nem én szólok bele, lehet azt mondja, hogy szeptember, október, itt van egy lyuk, most novemberbe betesszük, de ha rajtam áll, akkor augusztus fele, augusztus 15, augusztus 20, nem tudom, amikor az a csütörtöki nap, ami premier csütörtök, a mentés másképp ott lesz a mozikba. Legyen úgy. De nyilván, nem véletlen, tehát, hogyha még most forgattatok itt a napokban, amiből ugye itt a nézőink már folyamatosan láthatják a képeket is, azért az mindenképpen kérdésként merül föl, hogy most azért még van rendesen utómunka és utómunkával kapcsolatos tennivaló. Ezekkel hogy álltok? Szerintem most olyan 80%-osan áll a film, mert ugye én mikor, oké, most volt az utolsó forgatás, de nem pihentem, hanem én vágtam. És ugye lyukak keletkeztek a filmbe, amiket most vettünk fel, és én de most csak beteszem ezeket a mostani felvet. Jó, ez nyilván nehezebb, mert oda kell vágni, meg ugyanúgy meg kell szerkeszteni a jelenetet, de mikor ezek most bekerülnek, akkor egyből felugrik egy ilyen 85-90%-ra, és utána már csak a hangot kell egy kicsit összemosni, hogy egyforma legyen, és a zene meg már szerződik alá. Úgyhogy nem vagyunk elkésve, ez nem okozott gondot, hogy ez az utolsó nap így kicsit megcsúszott, ugye ez ilyen Covid trauma miatt jön még, hogy ennyire elcsúsztunk, ezt meg kellett volna csinálni augusztusban. Csak utána most egy kicsit ilyen pótnappá is változott, hogyha oké, ha már így alakult, akkor minden hiba, ami alakult, azt vegyük fel újra, tegyük oda, szinkronizáljuk fel, úgyhogy volt egy ilyen kicsit ilyen csiszolás a forgatási, az utolsó forgatásba. De mi volt a kérdés? Az utómunka. Az utómunka, igen, de hogy az utómunka az végül az úgy tűnik, hogy nem fogja ezt kitolni, ezt az augusztusi, mert hiszen szerintem jövő hónapban már vetítéseket akarok csinálni, amikor már nézzük, hogy mit nem ért a közönség, mit vágjunk ki, mi az, ami megakasztja, mi a legviccesebb, és akkor így majd tollal. Na, erre vagyok még kíváncsi. Ilyenkor mi is a te fejedben fölállított sorrend? Addig, amíg nem láthatjuk a teljes filmet, addig még milyen dolgokat akartok elintézni mindenképp?
Most, hogyha tegyük úgy, hogy most kész a film, alatta van az a zene, ami mondjuk az első körös, még a zeneszerzőnek mondom, itt még, meg itt még csiszolni kéne, de azon már nem várok, még ő csiszol, hanem akkor kimentem a filmet, 1 óra 45, 1 óra 50 perc, és akkor szépen a stáb és a szűk baráti kör vagy családnak egy, nem tudom, valamilyen helyet kibérelek, és akkor megnézzük a filmet úgy, hogy tényleg toll lesz a kezében mindenkinek, egy számláló oda lesz téve a filmre, és tudják írni az időkódot, hogy ott ők mit érzékeltek. És ez kicsit nyilván nem az a nagyon élvezem a filmet, hanem egy kicsit az, hogy fú, nekem itt volt egy érzetem, ott volt egy érzetem, én szinte háttal beülök a vászonnak, és nézem, hogy itt volt nevetés, ez nagyon jó, itt nem érti senki, itt kellett volna nevetni, de miért nem nevettek, és akkor ez alapján még egyszer keresztül megyek az egész anyagon, és akkor megnézem, hogy nem lehetne oda jobban, ide kellene egy szinkron, még lehet egy képet oda vegyünk fel, valahova berendezünk egy sarkot, és akkor amíg bevágjuk, csak hogy értelmezhető legyen a történet. És amikor ez megvan, akkor utána jönne az az igazi tesztvetítés, ami mondjuk 100-150 embert, akik teljesen függetlenek a filmtől, teljesen idegenek, megkérnék, hogy nézzék meg, és ilyen mély interjús beszélgetésekben, vagy kérdőívben megkérdezném őket, úgy, ahogy már ezt csináltam az előzetesnél is, ahogy a színészkeresésnél is, és itt is, hogy mit mondanak a filmről. És bármi olyat, ha ki tudok még szűrni benne, ami még meg tudja még jobbá tenni és menteni a filmet, akkor azt még átalakítom, és onnantól kezdve nem nyúlok hozzá. Amikor ez meg lesz, kész, és onnantól kezdve tényleg csak az lesz, hogy akkor ha én forgalmazom, akkor forgalmazás, ha más, akkor meg azt mondom, hogy tessék, itt van, és akkor kérem érte a cseréjét, amit megállapodtunk. Rózsa Gábor, köszönöm a beszélgetést. Legyen úgy, legyen augusztus közepe, bevasaljuk rajtad, legalábbis nagyon bízunk benne. Köszönöm. És találkozzunk a mozikban. Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmét, kérem maradjanak továbbra is itt a Városi Televízió műsoránál.